Ez a Szépítészeti Hét, a 90.9 Jazzy, a vonalban Szent Györgyi Kata, a Kicsi Ház blog írója. Szia Kata, szeretettel köszöntelek téged. Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Kata, olyan sok ötlet van arra vonatkozóan, hogy hogyan szépíthetjük otthonunkat, de ugye rengeteg pénzbe kerül vadonatúj bútorokkal berendezni, és az embernek sokszor a szívéhez nő egy-egy darab. A régi bútorokat hogyan illeszthetjük harmonikusan az esetlegesen új bútorok közé a lakásunkba? Hogyan újíthatjuk fel őket? Szerintem egyáltalán nem baj, hogyha a régi megunt bútorainkba megpróbálunk valami újat támadni, mert sok esetben különlegesebb, egyedibb bútorok születhetnek, mint hogyha elmegyünk egy bevásárlóközpontba és ott veszünk bútort. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, akinek otthon olyan bútora van. Legyen szó akár régiről, akár nagymamai örökségről, akár nem is olyan régi, de inkább már egy kicsit elhasznált, vagy unottabb bútorral, hogy igenis álljanak neki, és újítsák fel, mert azt gondolom, hogy az egyedileg felültött bútor az tud adni egyfajta hangulatot az otthonunknak. És az pláne a családról szól, hiszen mi magunk készítettük el. Hát mindenképpen egy büszkeség. Aha. Tehát szerintem, ha valaki szépen fel tud újítani egy bútort, akkor azért arra nyugodtan büszke lehet. Hát vagy büszkeség, vagy nem, ki tudja. De tudod, az viszont elképzelhető, hogy valaki mondjuk megriad ettől a feladattól, mert hogy úgy véli saját magáról, hogy nincs elég jó kézügyessége. Tehát mi kell mondjuk egy bútor felújításhoz? Én azt szoktam elmondani minden egyes workshopomon, ahol hasonló kérdésekkel nyitnak a résztvevők, hogy szerencsére a bútor átalakítás, és itt hangsúlyozom, átalakításról van szó, és nem igazából restaurálásról, az semmilyen kézügyességet nem igényel. Igazából amit igényel, az kitartás, türelem, és egy nagy adag kreativitás. Erre van szükség, semmi többre. Engem most nagyon megnyugtattál, hogy semmilyen kézügyesség nem kell hozzá. Az jó, de hát valamit mégiscsak kell tudni. Hát valahol azt el gondolom, kell kezdeni. Igen, azt gondolom, hogy kell egy kis bevállalóság, ahogy az ember elkezdi. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem kezdjük el, nem tudjuk, hogy tudjuk-e csinálni. És mivel nagy bajt nem tehetünk, tehát most itt nyilván nem egy értékes bútorról beszélek, tehát én azt mondom, hogy mindig tudjuk az értékét annak, amit csinálunk, és egy drága, értékes antik bútort ne kezdjünk összemaszatolni festékkel. De itt beszélhetünk akár tényleg, akár 50-es évekbeli szociál bútorokról, ami minden nagymamánál szinte megtalálható, azokkal már lehet játszadozni, és semmi baj nem történik, esetleg nem úgy sikerül, ahogy tervezzük, de az esetek nagy részében szerintem éppen, hogy azon kapjuk magunkat, hogy hú, de jó lett, és aztán jöhet a következő. És aztán az ember kedvet kap hozzá, és átalakít, felforgat mindent. Ugye a hazatérő családtagok azt se tudják, hol vannak. Igen, azt gondolom, hogy felújítani megunt bútort, ez nem csak hasznos, hanem élmény is. Ráadásul én azt gondolom, hogy egy otthon attól lesz igazán otthon, hogyha személyes dolgok vannak benne, és szerintem ennél személyesebb nincs. Ráadásul, hogyha az ember jó érzékkel kombinálja az arányokat, tehát a régi meg a modern dolgokat szépen harmonikusan tudja keverni, akkor nagyon különleges, eklektikus otthonok születhetnek ebből. Hát ez az, amit most mondtál, hogy harmonikusan kell keverni. Igen. Nyilvánvalóan akkor kell ehhez valamiféle érzék, hogy az ember tudjon egy harmóniát kialakítani. Igen, biztosan kell valami, de én azt gondolom, hogy ezt lehet tanulni. Tehát, hogyha az ember nyitott szemmel jár a nagyvilágban, tehát hajlamos túlnézni a szomszéd ajtaján túl is, akkor elég komoly inspirációkat szerezhet, és olyan újdonságokat láthat, amik őt is előrébb viszik a saját otthona dekorálásában. Tehát jól érzem, hogy te bátorítod a hallgatókat? Én mindig mindenkit bátorítok. Tehát az én munkásságom az arról szól, hogy bátorítok embereket. De van-e erre valamiféle minta? Mert azért azt könnyen el tudom képzelni, hogy valakiben van elég kísérletező kedv, de egyszerűen nem tudja, hogy honnan induljon. Tehát valamit azért meg kell néznie, hogy körülbelül mit kezdjem az ötleteivel, hogy hogyan vigye véghez. Én azt gondolom, hogy az interneten vannak erre jó oldalak. Többek között például az én blogom is szerintem, ahol nagyon sok alapvető dolgot megtapasztalt, hogy megtanulhat az, akit elkezd érdekelni ez a téma, de például a Pinteresten is rengeteg inspiráció van, amit fel lehet használni, nyilván van némi feltétellel, hiszen ezek csak fotók, és
nem mindig tudjuk, hogy a maga történeteli csodatet, hogy valójában hogyan készült. Én azt gondolom, hogy mindenkinek fel kell tudni egyetlen egy dolgot mérni, a saját szintjét, és nem túl nagy fejszébe vágni a fejszét az elén, de mondjuk egy szék lefestése, vagy egy sámi átalakítása nem egy annyira bonyolult dolog, és nyugodtan kezdhetjük ilyesmivel. Tényleg. De én azt gondolom, és nagyon sokszor szoktam átalakítani nagyon egyszerű, semmi extra laminált bútorokat is, rengeteg féle technika van, amivel ezeket hát fel lehet turbózni, és hát ki tud válogatni a saját kedvére, hogy mit kedvel, vagy mi az, amihez érez magában elég erőt. Ahogy hallgatlak téged, az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a lakásunk nem feltétlenül egy stabilan kész hely, hanem mondjuk lehetséges egy folyamatosan változó területté is alakítani. Hát ez egyéniség függő, én azt gondolom. Tehát van az az embertípus, aki szereti az állandóságot, és 20 évig ugyanazt szereti nézni. Én bevallom, nem ilyen vagyok. Tehát az én otthonom az folyamatosan változik, és tudom magamról azt, hogy amikor elkészül, vagy amikor azt mondom, hogy nem most készen van, akkor onnantól kezdve már azon nagy alok, hogy akkor most mit változtassunk. De persze tiszteletbe tartom, hogy nem mindenki ilyen. De azt gondolom, hogy azért ez egy jó játék a saját otthonunkkal játszani, és hogyha tudjuk azt, hogy hogyan tudjuk magunk megoldani ezeket a változásokat, akkor nem is annyira költséges, mint hogyha ezt ugye szakemberre akarnánk bízni. Érdemes-e trendeket figyelembe venni? Ez is egyéniségfüggő. Én szeretem a trendeket, de valahogy úgy vagyok ezzel a lakberendezésben is, mint a divattal, hogy a trendeknél mindig sokkal értékesebb az, ami időtálló. Tehát én szeretem a klasszikus dolgokat. Kata, köszönöm szépen, élvezet volt téged hallgatni. Szerintem most sokan kedvet kaptak, mert lehet, hogy én is felforgatom otthon a lakást. Aztán majd elmesélem neked, milyen eredménnyel, jó? Jó, rendben. Köszönöm szépen, Szent Györgyi Katát hallották, a Kicsi Ház blog íróját, a Szépítészet hetén.